Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Aláírták a szerződést, épülhet a fürdőfőtér, a Büki önkormányzat eddigi legnagyobb beruházása. Örökös tag lett a Büki könyvtár legidősebb olvasója. Ezüstérmes a BTK kézilabda csapata, az utolsó forduló van hátra az MB2-es bajnokságban. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Sokadik közbeszerzésre megvan a kivitelező, készülhet Bükkfürdő városrész főtere. A központ 2 hét múlva elkerített munkaterület lesz, türelmesnek kell lenni az építkezés miatt az ide látogatóknak, de megéri, 15 hónap múlva teljesen más képet mutat majd a városrész központja. Modern közösségi tér lesz, egyben turisztikai attrakció. Mintegy 2,4 milliárd forintból épül a csaknem 2 hektáros fürdőfőtér. A sokadik közbeszerzési eljárás eredménye, hogy aláírások kerültek a fürdőfőtér kialakításáról szóló dokumentumokra. Megvan a kivitelező, 2 hét múlva kezdheti a munkát. Vagy nem volt rá jelentkező az eddigi közbeszerzési kiírásoknál, vagy nagyon magas árat adtak. Így át is kellett dolgozni a projekteket, igyekeztünk a műszaki tartalmon úgy csökkenteni az egésznek az alapelve, és bizonyos nívója ne sérüljön. Ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy olcsóbb mondjuk világítási eszközöket, oszlopokat, burkolatot választottunk. A lényeg az, hogy mindenképpen fontos, hogy kialakuljon ez a tér, és egy városi struktúrát ad ennek a városrésznek is. Nagyon, nagyon hiányzik ez innen még. Nem volt még ekkora beruházása a Büki önkormányzatnak. Az önkormányzat történetében, ahogy említettük, ez a legnagyobb beruházás, eddigi történetében a legnagyobb beruházás, amit az önkormányzat hajt végre, hiszen az összértéke az 2,4 milliárd forint, és a gazdaságfejlesztés és innovációs operatív program keretében 2015-ben elnyert pénzből, illetve önerőből valósul meg a gyógyhelyfejlesztési pályázatunk. Csak nem 8 éves a terv, az, hogy közösségi tér egyúttal turisztikai attrakció legyen az egész városrész központja. 2013-ban történt az első ügyirat, keletkezett az első ügyirat ebben a témakörben, amikor a turisztikai szereplőkkel ötleteltünk arról, hogy mit lehetne a fürdőn megvalósítani. És ugye a közösségi terek fejlesztéshez egy nagyon fontos dolog volt. Ezért aztán az önkormányzat elhatározta azt, amit aztán 2015-ben pályázati formába is öltött és beadott, az a gyógyhelyfejlesztési pályázat, egy fürdői főtér és látogatóközpont kialakítása a Bükkfürdő város részen. Az akcióterület az közel 2 hektárnyi terület, amelyhez az önkormányzat vásárolt területeket, illetve volt a birtokában is. Vásárolt magánszemélytől, vásárolt a fürdőtől is területet, és lényegében a fürdő előtti park és a régi buszállomás épülete az akcióterület, amelyre ez a pályázat megvalósul. A cél az volt, hogy egy multifunkciós teret hozzunk létre, amely áll egy fogadóépületből, egy nagy fogadóépületből, árkádos épületből, amelybe különböző turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat, látogatóközpontot, könyvtárat, kávézót telepítünk, és a tengelyével a pavilon sorra néz, mintegy 30 méternyi távolságba, tehát ez megadja a szélességét annak a térnek. A hossza pedig több mint 120 méter lesz. A projekt során parkot is építünk, és parkolót is építünk, ez a két elem a fürdő főbejáratával szembeni területen valósul meg. Átalakítjuk a forgalmi rendet is, tehát a kialakult épület és az általuk a pavilonsorral együtt bezárt téren a terveink szerint, tehát egy korzó lesz, egy közterület lesz, amely rendezvények alkalmával remek helyszínként a rendezvény céljaira átalakítható. Tehát tulajdonképpen a városi jellegét a fürdőnek azzal adjuk meg, a Bükkfürdő városrésznek, hogy egy központi teret hozunk létre.
céltalan sétányokat, repedezett járófelületeket találnak most a fürdőre érkezők a főbejárat előtt. Ez a teljes felújítás előtti kép. Körülbelül 15 hónap múlva már teljesen másképp fest a terület. Addig viszont türelmesnek kell lenni az érkezőknek, hiszen két nyári szezont is érint a nagyszabású építkezés. Elkerített munkaterület mellett lehet majd megközelíteni a téli bejáratot. A beruházással, ami most indult, tehát a mai nappal, ugye 15 nap áll rendelkezésre a kivitelezőnek, hogy a munkaterületet átvegye, és onnantól 450 nap áll rendelkezésre, hogy a pályázatot megvalósítsa. Mivel ez egy nagyon nagy terület és a fürdő közepén található, ennek az egyenes következménye az, hogy ez zavarni fogja a forgalmat. Az amiatt is úgy történik, mert a munkaterületek közvetlenül a használatban lévő létesítmények mentén határán helyezkednek el. Tehát a vendégeknek a lezárása a munkaterületnek sarkalatosan fontos. Az is nehezíti a projektet, illetve nagyobb kellemetlenséget okoz, hogy 450 nap áll rendelkezésre, és mivel ez most indul, ez azt jelenti, hogy nem csak ezt a nyarat fogja érinteni a beruházás, hanem a következőt is. Nyilván a következőnél remélhetőleg ma az építkezés utolsó fázisába, finisébe lesznek, amikor már nagy rombolás nem történik. Ugyanakkor ezt nem tudjuk megúszni. Hát sajnos, ha korábbi közbeszerzési körök sikerültek volna, akkor lehet, hogy úgy meg lehetett volna oldani, hogy csak egy nyarat érintsen, így kettőt fog, de azt gondolom, hogy ezt az áldozatot is vállalni kell, hiszen ez egy történelmi esély arra, hogy Bükkfürdő városrész valódi fürdővárosi hangulatot árasszon. Ez a tér nélkülözhetetlen. Hiába csináltuk meg a csatlakozó infrastruktúrákat, a csatornabekötéseket, a csapadékvizek bekötéseket, a villany áthelyezéseket, a be- és kivezető kerékpárutakat, járdákat, parkokat. Ez koronázza meg, ezt tetőzi be igazából ezt a beruházás sorozatot. Úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét, és azt gondolom, hogy ezzel a történelmi lehetőséggel mindenképpen élnie kell a városnak, és örülök annak, hogy ebbe bele tudtunk vágni. Végre van kivitelező, és bízom abban, hogy 2022 őszére egy nagyon szép központi teret adhatunk át itt Bükkfürdőn mindenki megelégedésére. Egy kis ünnepség helyszíne volt a napokban az intézmény. Örökös könyvtári taggá fogadták a legidősebb olvasót. Major Gyuszi bácsi 90 éves lett, aktív könyvtárhasználó, és immár a Bükki Városi Könyvtár örökös tagja. 16 győzelem és 3 vereség. Az utolsó forduló előtt így áll a Büki TK női kézilabda csapata az MB2-es bajnokság északnyugati csoportjában. A 36 pont ezüstérmet jelent a 2020-21-es szezonban, amelyből még egy forduló van hátra. Idegenben zárják a sorozatot a büki lányok. Szorosan kezdődött, aztán simán, kiütéssel végződött az Ajka elleni mérkőzés a büki csarnokban. 38-24-re nyert a BTK a felnőtt MB2-es női kézilabda bajnokság északnyugati csoportjában. Egy nehéz szezon hazai lezárása volt ez a mai. Hála Istennek fiesztával sikerült megoldani, és egy nagy arányú győzelmet aratni. Az idegenbeli mérkőzésünk ellenük azért sokkal nyögvenyelősebb volt, mondjuk, de készültünk rájuk, és úgy érzem, hogy a lányok az esetek nagy többségében jól megoldották a feladatot, és amiket megbeszéltünk, azt ki is tették a pályára, és ezért tudtunk ilyen szép győzelmet aratni, és hála Istennek végre közönség előtt tudtunk játszani, ami azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem az összes csapatnak, akár kézilabdában, akár egyéb más labdajátékban, sportágban fontos, hogy a hazai körülmények között legyen még egy 8. játékos is a pályán, aki a közönség. Ez hál' Istennek ma újra megadatott, és én úgy gondolom, hogy szépen ki is szolgáltuk a lelkes közönségünket. A büki lányok Ajka elleni sikere másnapján lett biztos az ezüstéren, ugyanis a 3. helyezett Pénzügyőr 30-28-ra kikapott a listavezető és immár aranyérmes Komárom csapatától.
Még egy fordulóval hátra, Moson-Magyaróváron zárja a küzdelmesre és kaotikusra sikeredett 2020-21-es szezont a BTK női kézilabda csapata. Az Óvár ugye egy utánpótlás csapat, egy fiatal utánpótlás csapat, akik szintén az egész évben sok sebből vérezve csinálták végig a bajnokságot. Utóbbi hetekben nem a jobbik arcukat mutatták ugyan, de reményeim szerint, hogyha minden jól megy, akkor azért győzelmi esélyekkel fogunk elutazni jövő héten Óvára, és akkor ezzel be is fejezzük a bajnokságot. Összefoglalva az egész szezont, nem szeretnék még egy ilyen szezont sem magamnak, sem a csapatnak, ez katasztrófa volt. Tehát elsősorban ugye lelkileg, idegileg szerintem mindenkit felőrölt és tönkrevágott, hogy soha nem tudod azt, hogy mire készülsz a következő héten, lesz-e mérkőzés, nem lesz mérkőzés, ki fog tudni játszani, ki nem fog tud játszani, és ez mind befolyásolta, nem csak minket, az összes ellenfelünket ugyanúgy, de meg az edzőket is, ugye. Az a helyzet, hogy sok mindenre fel vagyunk készülve, főleg akik már így régebben csinálják ezt a szakmát, de hát ez volt az a faktor, aminek mindenkinek új volt, és egyszerűen senki nem tudta azt, hogy akkor hogyan tovább, és hogyan nyúljál, hogyan próbáld levenni a terhet a játékosokra, hogyan próbálja lelket önteni, amikor egymás után jönnek a betegségek és a kimaradók. Ez egyszerűen... Nem lehet felfogni, hogy milyen volt, de hála Istennek összességében azt mondhatom, hogy nagyon szépen dolgoztunk, sokat fejlődtünk. Kár volt azért az őszi két fiaskóért, mert úgy gondolom, hogy a tavalyi szezon, ahogy csonka volt, de azt igazából én úgy érzem, hogy elvette tőlünk a sors azt az aranyérmet, most hát sajnos nem tudtuk begyűjteni. Hát amiatt is, mert ugye rettentő csonka kerettel sikerült a tavaszt végigjátszanunk. Azért elindultunk 19 játékossal, ami úgy gondolom, hogy elég komoly keret volt. És hát összességében három kapus, három beállóval összesen 13-an fejeztük be. Az meg azért azt gondolom, hogy az erőteljesen befolyásoló tényező mindenféleképpen. Nagy kihívás volt számomra az, hogy hogyan lehet úgy összerakni ezt a társaságot, hogy azért vérmes reményeink maradjanak arra, hogy győztesen hagyjuk el a meccseket. Azért az mindent elmond, hogy tavasszal lejátszottunk 14 mérkőzést, és 14 mérkőzésből egyetlen egy fiaskunk volt ugye a múlt héten Komáromba. És a csajok így, hogy ilyen csonka csapatunk volt tavaszra, sokszor erőn felül teljesítve, de mégiscsak a szívük ott volt, és mindent kitettek a pályára, és sikerült nekik azért győzelmeket aratni, amire én úgy gondolom, hogy büszkeséggel tölthet el, és hát a jövőre nézve azt gondolom, hogy ez előremutató, és akár a jövő szezonban még vérmesebb reményeink lehetnek arra, hogy be tudjuk már végre gyűjteni ezt a hőáhajtott aranyérmet. Az utolsó forduló előtt 16 győzelmet és 3 vereséget számolhat a BTK. 713 gólt lőttek, és 556 gólt kaptak a bükilányok a 2020-21-es szezonban. A záróforduló előtti 36 pontjuk az ezüstérmet jelenti a sorozatban. Kedves nézőink, a büki híreket látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Viszontlátásra!